Ebben a mai videóban a fogkény állapotának javításáról, a fogkény sorvadásról, a fogkőről lesz szó, 8 olyan módszerről, gyógynövényről, hatóanyagról, melyek segítenek abban, hogy jobb állapotba hozzuk a fogint. Üdvözöllek itt, Újhely Szabolcs Zoárd! A fogkény problémák hátterében általában különböző tápanyagok hiánya áll, egyes baktériumok elszaporodása és a gyulladása. Gyakori fogíny problémák, tehát fogínyvérzés, fogínygyulladás, fogkő esetén fontos, hogy nulladik lépésben elhagyjuk a dohányzást, visszafogjuk az alkohol, illetve a finomított szénhidrát bevitelt, mert ezek mind-mind negatívan befolyásolják a fogínyünk állapotát. Az első két anyag, melynek pótlására fontos gondoskodni, a C-vitamin és a kollagén. A fogíny sorvadás során a fogínynél a szövetek szerkezete megváltozik, azért, hogy a gyulladásokat a testünk kezelje, ami a kollagén lebomlását eredményezi. A C-vitamint azért kell pótolni, mert fontos szerepe van a kollagén működésében, képződésében. A fogak gyakori vérzése is C-vitamin hiányos állapot, melynek hátterében állhat magas inzulinszint, egyes antibiotikumok túlzott alkalmazása, vagy egyszerűen csak nem fogyasztunk elegendő C-vitamint. A C-vitamin segít abban, hogy a sejtek szorosan kapcsolódjanak egymáshoz, így a fogínynél lévő szövetek erősségében is fontos szerepet játszik. Jó C-vitamin források a savanyú káposzta, a paprika, a homoktövis, a csipkebogyó. Itt szeretném a figyelmetbe ajánlani a Manna Vita homoktövis levet, illetve a Manna C flavonoid lekvárt, melyek fogyasztásával bioaktív C-vitamint tudsz pótolni, tehát nem csak aszkorbinsavat. A kollagént a húsleveslé napi szintű fogyasztásával tudjuk pótolni a legegyszerűbben, illetve kollagént tartalmú étrendkiegészítőkkel, porokkal, melyből olyat érdemes keresni, amely többfajta kollagént tartalmaz egyszerre. A második a szegfűszegolaj, a szegfűszegi illóolaj alkalmazása. Minden fogmosás során tegyél a fogkefére néhány cseppet belőle, de rágcsálhatjuk is az egész szegfűszeget. A szegfűszeg közel 40 olyan összetevőt tartalmaz, melyek kedvező hatással vannak a fogakra. A legfontosabb talán az eugenolnak nevezett illóolaj, melynek erőteljes baktériumellenes, gyulladáscsökkentő és antioxidáns hatásai vannak. A szegfűszeg enyhíti a gyulladást a fogaknál, elpusztítja azokat a baktériumokat, melynek elszaporodása felelős a szájszagért. Harmadiknak az olajrágást javasolnám, melynek lényege, hogy a szádba veszed az olajat és mozgatod a szájban a fogak között. A legjobb erre a célra, mivel sok baktérium és gombaellenes anyagot tartalmaz, ugye a kókuszolaj vagy kókuszzsír. A kókuszolajba tegyél bele szegfűszegolajat, teafaolajat, illetve hozzáadhatsz egy teáskanál xillitet is. Vagy keverd jól össze őket, és így végezd az olajrágást. Naponta 2-3 alkalommal, alkalmanként 5-10 percig. Az olajrágás segít eltávolítani a méreganyagokat a fogak körül, fogfehérítő hatása is vannak, illetve ez a javasolt keverék hatékony lehet a fogkő eltávolításában. A negyedik, amit javasolni tudok, az a fogíny állapotának javítása, az az ezüstkolloid. Az ezüstkolloid messze az egyik legjobb fertőtlenítő vegyület, elpusztítja a baktérium csírákat, tartsd a szádban 30-60 másodpercig, ugyanúgy mozgasd a szájban, mint az olajat, illetve le is lehet nyelni. Az ötödik a Q10, melyből legalább napi 100 mg-ot érdemes pótolni fogproblémák, fogíny problémák esetén, de lehet belőle akár felmenni napi 200 mg-ig, ha súlyos a helyzet. Kutatások kimutatták, hogy fogínysorvadásos betegeknél a fogínnél lévő sejtek kevesebb Q10-et tartalmaznak, mint normál esetben. A Q10 kapszula formában vihető be elsősorban, és a fogínnél lévő sejtek állapotának javításában tud segíteni. Felgyorsítja a sejtek regenerálódási folyamatát. A hatodik a hidrogénperoxid. A testünkben a fehérvérsejtek hidrogénperoxidot hoznak létre, a baktériumokkal, gombákkal, parazitákkal szembeni védekezési mechanizmus részeként, tehát a testünktől nem idegen a hidrogénperoxid. A 3%-os hidrogénperoxidot vedd a szádba, majd hasonlóan, mint az ezüstkolloiddal, illetve a kókuszolajjal, egy 30-60 másodpercig mozgasd a szádban a folyadékot, a fogak a fogin körül, majd köpt ki. A hidrogénperoxid elpusztítja a kórokozó külső falát, és segít a szájban a fertőzéseket okozó baktériumok elpusztításában. Itt megemlíteném még a nyersmézeket is, illetve a manukamézet, melyek jó természetes hidrogénperoxid források.
Bármennyire is furcsán hangozhat, mivel egy édes cukros anyagról van szó, az MGU 500-nál nagyobb jelzéssel ellátott manukamézeket a szájban tartva egy-két percig csökkenthetjük a fogszúvasodás és az ínybetegségek kockázatát. Az európai nyersmézek közül a elsősorban a hajdinaméznek magas a hidrogénperoxid tartalma. A hetedik segítséget a száj higiéniához, a fogíny állapotának javításához a katekin vegyületektől kapjuk. Magas katekin tartalma a zöldtea, a szeder, az alma és a kakaó. Gátolják a gyulladásokat okozó baktériumok szaporodását. Nyolcadiknak és egyben utolsónak a fogsejem használatát is megemlíteném. A fogsejem segítségével ki lehet tisztítani a fogak közötti részeket, segít a fogak között és az íny mentén lerakódott lepedék eltávolításában. Akár csak heti egy alkalommal történő használatával, hosszú távon jelentős mértékben csökkenthetjük a fog és fogíny problémák kialakulásának esélyeit. Nézzük meg végezetül a lelki okait a fog és fogíny problémáknak. A fogíny gyulladás, a fogvértés és a fogíny sorvadás is hold-mars problémát jelentenek, a fogíny sorvadásnál a Neptunusz is közrejátszik. A hold az együttműködésről szól, míg a mars az akarat érvényesítéséről, azaz a nem együttműködésről. Tehát az egyik energia a hold azt mondja benned, hogy alkalmazkodj, hogy működj együtt másokkal, míg a másik a mars azt akarja, hogy az legyen, amit te akarsz, és akár erőszakosan is, de érvényesítsd a saját akaratodat az emberekkel való kapcsolataidban. Ennek a két teljesen ellentétes energiának a feszülése okozza a legtöbb fog és fogíny problémát. Ha például a saját akaratod van elnyomva, tehát a hold győzedelmeskedik a mars felett, akkor elkezd vérezni a fog, ugye a vér egy marsikus szimbólum. Egy kineziológus, egy asztrológus is segíthet abban, hogy jobban megértsd ezeket a benned zajló folyamatokat, melyek a különböző fog és fogíny problémákat okozzák. Ha érdekesnek és hasznosnak találtad ezt a videót, oszd meg olyanokkal is, akiket érdekelhet a téma. Kíváncsi vagyok a saját tapasztalataidra a fog problémákkal kapcsolatban. Írd meg a hozzászólásokban, mert így másoknak is tudsz segíteni. Ha még nem vagy feliratkozva a csatornára, ne felejts el feliratkozni, mert így kapni fogsz értesítést a következő hasonló videókról. Köszönöm a figyelmet, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!